nem is a hajléktalanok élete érdekel engem, inkább az érdekel, hogy a magyar emberekben a szociális érzékenység miért van ennyire eltűnve. Amikor elkezdtem a diplomunkámat, akkor egy fotózás alkalmával a Calvin téren mentem egy pár hajléktalanhoz. Egy 82 éves nénivel beszélgettem és csináltam róla fotót. 82 évesen nem az utcán kéne élnie senkinek. Vizuális kommunikációt tanulok, nem a számítógép előtt ülök napi 12 órában és tervezgetek, hanem ilyen szinten próbálok kommunikálni az emberekkel, vagy üzeneteket közvetíteni. Egy megérett a megy, kettő csipkebokorvesző, és így tovább. Írtam át úgy, hogy ez teljesen hajléktalan témába üssön. Négy másokért is tégy, öt nem vagyok lökött. Ezeket fogom az utcán különböző helyeken elhelyezni, pontosan azért, hogy ezzel felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy ha csak elsétál mellettük, azzal nem lesz senkinek sem jobb. Én Hajdúszoboszlón nőttem fel, amióta felköltöztem Pestre, itt lakok a 8. kerületben. Mivel én gördeszkázom, nagyon sokat voltunk az utcán, és egy idő után ugye az ember akarva akaratlanul megismerkedik ezekkel az emberekkel, hiszen ott gördeszkáztunk, ahol ők idézőjelben éltek. Nálam sem szokott sok pénz lenni, de amikor tudok, én próbálok adni nekik, és a körülöttem lévő embereket próbálom ugyanerre buzdítani, hogy ne törődjön bele, mennyit ad neki, ne törődjön azzal, hogy mire fogja költeni, csak adjál neki. A hozzáállásuk, az nem hiszem, hogy egy-egy projekt vagy fotósorozat miatt fog megváltozni, ezt kis korban kéne elkezdeni, az embereket erre nevelni. Úgy gondolom, hogy mindenkinek a dolga lenne ezen javítani. Igazából én nem vallom magam street artosnak, a legkevésbé sem, én gördeszkás vagyok. Az, hogy az utca, az a csatorna, ahol tudok üzenni az embereknek, az már egy másik kérdés. A Dishit az én márkám, ez egy gördeszkás márka. A leghatékonyabban szeretném a emberek tudtára adni a gördeszkázás mi voltját. Szerintem egy gördeszkás az örökre a öregnéni kutya által kergetett punk marad. És a Dishit szlogenje igazából a Timeless Mindfuck. Leginkább ezt érzem Magyarországon, hogy ez a helyzet. Ez mind közhely, de adni jó. Amikor abban az egy ezred másodpercben végigfut az agyukon az, hogy meglátják azt a hajléktalant, akkor ne az foglalkoztassa őket, hogy az a hajléktalan mire fogja elkölteni azt a pénzt. Lehet, hogy alkoholra fogja elkölteni, csak gondolj bele abba, hogy lehet azért költi alkoholra, hogy azt az egy estét kihúzza úgy, hogy ne bőgjön vagy ne fagyjon halálra. Ne szarjuk le azt, amit látunk. Ugyanis ott van, és ott is lesz, és attól függetlenül, hogy te adsz neki 10 forintot, ő lehet, hogy ott fog élni, de te megtetted, amit meg kell tenned, és lehet, hogy neki valamennyit segítettél.